Ünnepi díszbe öltözött a művelődési ház Kismányokon, a mindenki karácsonyára érkeztek a falu lakosai. A nagymányoki székely körkórusának ünnepi műsora után Simon László polgármester köszöntötte a falu lakosait. Ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. Idén minden eddiginél többet áldoztak a karácsonyi időszak könnyítésére Kismányokon. Igyekszünk kellemessé, szebbé, otthonossá tenni egyrészt a falut is, másrészt pedig itt a Kismányokon lakóknak ugye az ünnepét is szebbé, meghittebbé tenni. Ennek érdekében karácsony előtt az önkormányzatunk 10 000 forintos csomagot osztott a 60 éven felüli nyugdíjasoknak. Ezen kívül ez már a második rendezvényünk, volt egy Mikulás rendezvényünk a gyerekek részére. Minden évben a Kismányokért Egyesület rendezi a falu karácsonyi ünnepét, bár fogy és előregszik a lakosság, igyekeznek olyan programokat szervezni, ami mások örömére lehet. Az érdeklődés hanyatló, vannak törzs vendégeink, tagjaink, akik szívesen veszik a programjainkat és jönnek, de úgy látom, hogy egyre kevésbé inkább a nagyvárosokat szeretik meglátogatni, a karácsonyi vásárokat. A falu művelődési háza azért így is megtelt. A műsort a Budapesti Előadó Művészek Egyesületének Varázslatos Karácsony című adventi koncertje zárta.